Sziasztok, Kovács Nagyember László vagyok, üdvözlök mindenkit a vlogom második részében. Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem mindenkinek, aki kommentelte az elsőt, véleményt mondott, akár nyilvánosan, akár privátban. Egy dolog biztos, nem mindenkit találtam meg az első vloggal. Voltak olyan ismerőseim, akik érdeklődnek ugyan a munkásságom iránt, de azt mondták, hogy hát ez a vlog, ez neki kínai volt. Igaz, mondjuk azt a témát nem is nagyon lehetett másképpen elmagyarázni, csak ilyen majdnem, hogy kínai nyelven, de azt gondoltam, hogy ha szakmai irányú vlogot fogok készíteni, akkor kéne ahhoz valami olyan jelzés, mint amilyen a különleges nyelvezetű, káromkodós replemezeken van, tudjátok, oda írva, hogy csak szülői felügyelettel, vigyázat, szókimondó szövegek, kéne nekem is valami ilyen. Na valami ilyen, hogy durva szakzsargon. Szóval lesz ilyen, de a mai vlog az nem lesz kínai, remélem senkinek. Először is meg kell köszönjem Juditnak, hogy emberi fejet varázsolt ebből az anyagból, amivel dolgozni lehetett. A Hajgalériában voltam, azért késett ez a vlog egy kicsit, mert 2 hónap karantén után nem tudjátok elképzelni, hogy mi volt a fejem. Na de, vágjunk bele! Ma az egyik felvetésre válaszolva Juventus rádiós sztorikat fogok mesélni, sőt, nem csak mesélni, hanem néhányat mutatok is nektek. Vannak videóim, nem túl sok, inkább kevés, és azok sem túl jó minőségűek, de azt remélem, hogy valamit azért visszaadnak a 90-es évek közepének felhőtlen, őskereskedelmi rádiós hangulatából. Én 1995 nyarán kezdtem el dolgozni a Juventusban. Nagyon hamar én kaptam meg a péntek esti házigazda titulusát, és elkezdtem dolgozni. Az első videó felvétel valamikor 1996 nyarán készült. Hát fogadjátok úgy, ahogy ez akkor elkészült, nem voltunk rutinos videokamera kezelők. Azt gondoltuk, hogy amit felveszünk, az jó, de mindenképpen kor dokumentum, még ha rövid is. Az első bejátszáson Suri Imre kollégám jelentkezik be, az én hangomat nyilván jobban hallani, hiszen ott ülök a pultnál. Őt a telefonvonalban fogjátok hallani halkan. Igyekeztem javítani a hangminőségen, de lényeg az, hogy nagyjából néhány másodpercben így nézett ki egy rádiós bejelentkezés. Mindenki a fedélzetem van, mert akkor most érdekes információk, érdekes esemény, töredékek a mai Pepsi Juventus napról. A telefonnál Suri Imre. Halló? Kérem szépen, véget ért, legalábbis az első felvonás a mai tanévzárulnak. Itt a Dunaparton, illetve a Tabánban a Pepsi Juventus. Hát ez az első, ez ennyi volt, de van még a tarsolyomban másik. Ugyaneznap este is konferáltam. Egyébként, ha figyeltétek a videót, akkor Pali barátom, aki az operatőr volt, mutatta mögöttem a minidisk lejátszót, abban voltak a jingle-jeim, és ott voltak a CD játszók beépítve, onnan mentek a zenék. Ez valamennyire látszani fog a következő videóban is, amelyben Pali bejön, engem váratlanul ér egy kicsit, hogy megjelenik a kamerával, éppen Monty Pythont konferálok, és bele is bakizok egy kicsit. Abban is a Radio Acoustic Mix. A következő dal mindenkinek megfontolásra érdemes címet visel. Nézzük az élet napos oldalát, nézzünk bele a kamerába, és mosolyogjunk. És a Monty Python azóta is megy, ugye? Jöjjön egy harmadik videó részlet, nem tudom, ki emlékszik rá, talán az idősebbek igen, de az én műsoromat DJ Schulz követte mindig a Juventuson péntek este. Akkoriban egészen éjjel 1 óráig ment a péntek esti mix, és ő 1 óra után jött és 2-ig ment. Nyilván korábban megérkezett a stúdióba, és mindig szivattuk. Schulzot mindig szivattuk, mint ebben a videóban is. 1 óráig még mindegy 9,5 perc van hátra, vagy talán annál is valamivel kevesebb. Utána kezdődik DJ Schulz igen érdekfeszítő műsora a mai este folyamán, kizárólagos, nem tudom már mit akarok mondani, szóval a mai este folyamán kívánságműsor tart DJ Schulz. És még egy dolog nagyon-nagyon biztos, hogy a Republika Együttes Szállj el kismadár című dalának általa kevert speciális rave verzióját is meghallgathatja minden kedves rádióhallgató, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Én megköszönöm egész este és kitüntető figyelmüket, még egyszer elmondom, 1 óra lesz 9 perc múlva. Tek Kovács! Jövő héten pénteken, ha mindenki gyakorja, és hagyják is. További kellemes rádiózást, a viszont hallásra. Köszönöm neked! Köszönöm! Köszönöm, Atikát! Én megint Amerikát hívtam a rádiótelefonodó levérdekes alól, hagyd a f***t! Na jó, DJ Schulzzal kapcsolatban csak vicceltem. Vagy mégsem? Hát
Hát ennek a felvétel sorozatnak, amiből most részleteket láttatok, ennek itt van a vége, azon a napon nem készült több felvétel, és később is csak, hát másfél évvel később, egészen pontosan 1997. december 26-án. És mivel december 26-a akkor éppen péntekre esett, műsornak mennie kellett, nézzetek meg egy kis konferálást, és talán kellemes emlékeket idéz egyesekben, akik rajongó hallgatók voltak, a klubajánló. Minél több a pénz, annál több a probléma, legalábbis azt hiszi Notorious B.I.G., aki ezt valószínűleg sosem fogja megtudni, mert sajnos csak posthumusz keres ezzel a dallal, viszont nagyon sokat. Élet a halál után című albumáról ez az egyik legnagyobb siker, és ha valaki Diana Ross hangját vélte felfedezni ebben a dalban, az sem a véletlen műve, mert hogy az alap egy I'm Coming Out című Diana Ross nótából való, ki van írva a borítón, úgyhogy végre nem olyanok, akik loptak, aztán elfelejtették megjegyezni, hogy kinek is jár tisztelet az eredetéért. Nem sokára folytatjuk továbbá, van némi közlendőnk. Legelőször is klubajánló. Szilveszteri karnevál parti a Patexben, sztár vendégek C4, aki a 95-es Patexen sztár vendégként játszott. Tűzijáték, hósó és Dravinek fellépésével, karneváli hangulat, house zenével, két teremben VIP szobával. A cím Bocskai út 90, Patex gyártelep. Sok kérdést kapok arról, egyébként most eszembe jutott a klubajánlóról, hogy milyen zene ment alatta. Több klubajánló zenénk is volt. A videó leírásába belinkeltem azokat, amiket megtaláltam a YouTube-on. Mindegyiket megnézhetitek. Jöjjön most megint egy rövidke kis bejátszás. A Black Nass nevű svéd zenekart már akkor is szerettem, és őket konferáltam, ez még mindig 1997 vége. Kémen énekelte ezt a dalt, a folytatásban egy újdonság. Az újdonságok sorában a Black Nass következik Svédországból, egy dal következik a hetedik mennyországról. Itt a videókban megint van egy nagy ugrás, 2000 következik majd, azt a következő vlogba fogom beletenni, annál is inkább, mert 2000 nagy év volt a Juventus életében, ugyanis akkor költözött át az egyik stúdióból a másikba, azt még nem mondtam nektek, hogy ezek a felvételek, amiket láttatok, ezek a Rumbach Center nevű irodaházban készültek, ez a Rumbach Sebestyén és a Király utca sarkán található, Siófokról oda költözött fel 1995 nyarán a Juventus Rádió, pont akkor, amikor én bekezdtem ott, mint műsorvezető. Akkor építették az egészet, a következő vlogban már 2000-be fogunk ugrani, megmutatom nektek, hogy nézett ki a kívánságműsor, Pali barátommal, Füle Pállal, a kívánságműsor szerkesztőjével, kicsit körbe megyünk majd az iroda épületben, hogy mielőtt elköltöztünk volna a Rumbach Centerből, felvegyem, megörökítsem, hogy mi minden volt ott látható. Az lesz a következő vlogban, ennyi fért a másodikban, remélem, hogy végignéztétek, és ha végignéztétek, akkor kommentelitek, lájkoljátok, esetleg megosztjátok másokkal, és feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy nehogy kimaradjatok a vlog harmadik részéből. Sziasztok, találkozunk tehát a harmadik vlogban, ami a második Juventusos vlog lesz.